Akár énekelnek, akár táncolnak, komolyak vagy rossz csontok, a Zeneteátrum színi tanoda fiatal növendékei szemmel láthatóan imádják a színpadot. Mai műsorunkban ezzel a különleges társulattal ismerkedhetnek meg. Víg Veronika és Csáki Szabolcs több mint 15 éve működtetik a Zeneteátrumot. Az egyesület fokozatosan bővítette tevékenységi körét, és Debrecen városának meghatározó kulturális szereplőivé váltak. Mára már mindennel foglalkoznak, ami a színházhoz kapcsolódik. Színdarabokat viszünk színre, tehát a gyerekeket is tanítunk színészetre, lehetőségeket biztosítunk nekik, már írunk is színdarabokat, vagy lehetőséget adunk más színjátszó csoportoknak, mi most már saját próbahelyünk is van. Tehát szép lassan egyre tágas, egyre szélesebb az a kör, amit mi így most betöltünk. Legelőször is egy nagy műzikelt írtunk, egy 2 órás műzikelt, a Diótörőt, úgyhogy egyből egy ilyen nagy falattal kezdtük. Ezt most decemberben játszottuk is, 9 előadás lement belőle Zsinórban, és ilyen nagy sikere volt, nagyon örültünk neki. Közben már írtunk mesejátékot is, most pedig egy kortárs drámán dolgozunk, igazából ami megfog. Tehát kiválasztjuk a témát, kiválasztjuk, ami érdekel minket, gondolkodunk rajta, hogy mi az, ami leginkább színpadra rakható is, tehát hogy ezt is figyelembe vesszük, hogy mi érdekli a nézőt, miket vannak meg az adottságaink, milyen színészek vannak. Tehát a Diótörő hitem szerint azért sikerült annyira jól, és nagyon meglepődött a közönségünk is, meg a szakma is, tehát hogy így elsőre sikerült egy darabot ilyen jól eltalálni, amit imádott a közönség, mert hogy a karaktereket a barátainkra írtuk. Tehát, hogy akkor megvolt a társulat, ennyi főből állt, és ugye rájuk írtuk a darabot, és minden szerepet arra a színészre írtuk rá, és így nagyon élt. Nagyon szerették játszani a színészek, és ugye a közönség is imádta. Úgyhogy ez szerintem az egyik titok, és ugye az írás az pedig egy ilyen szerelem mindkettőnknél, tehát Szabolcs is ír, én is írok, és most sikerült a színművészetén a dramaturgia előkészítőre is jelentkeznünk, úgyhogy most minden szombaton végre tanuljuk is azt, amit eddig csak csináltunk. Nagyon egyszerű a válasz, hogy miért tudunk ilyen sokat dolgozni, mert szeretjük. Tehát ugye ez alap, hogyha az ember olyat csinál, amire úgy gondol, tehát amit szeret, akkor az nem munka. És nekünk az a szerencsés helyzetünk van, hogy nem fogjuk fel munkának. Tehát alig várjuk, hogy elinduljon a reggel, és akkor neki kezdhessünk. Ő itt Benedek, Veronika és Szabolcs nagyobbik gyermeke, 15 éves. Mondhatni beleszületett a Zeneteátrumba, hiszen pici kora óta szerepel. Máig emlékszik legelső szerepére. Magli! Magar és párod fiaid részére vadász eleget, de ne ülj az ülésért, kívül sose ülj, ne feled. Ezt a törvényt betartja minden testvér. A legelső az a Dzsungelkönyve musical volt, és emlékszem, hogy nem mertem felmenni még a színpadra, anyával kellett felmennem egy jelenetbe, tehát az volt lényegében a legelső. A tinédzser fiú felsorolni sem tudja, hány szerepben állt már színpadra. Arról viszont, hogy milyen lehetőségeket lát a Zeneteátrumban, és hogyan is tervezi jövőjét, határozott elképzelései vannak. A Zeneteátrum azért jó, mert meg akarjuk értetni a nézővel, hogy miért jó a színház, hogy meg akarjuk értetni mi a történetet. Én nem tudom, azért szeretem, mert hogy én vagyok a középpontban, kicsit furán hangzik, de egyszerűen, hogy néznek. Hogy valamit oda nyújthatok a nézőnek, és úgy megy haza, hogy de jó darab volt ez. Az mindegy, hogy színész, vagy rendező, vagy esetleg koreográfus, de mindenféleképpen a színházban szeretnék dolgozni. A Zeneteátrum jelenleg a nagy sikerű Valahol Európában című musicalre készül, amelyet májusban állítanak újra színpadra. A darabnak több különlegessége is van. Ugye ezt a darabot először 9-10 éve lassan, hogy először bemutattuk, és akkor főszerepet játszó Csáki Szabolcs, aki egyben rendező is, ő játszotta a Hosszút. A kis Kuksit pedig a fia Csáki Benedek játszotta, aki akkor volt 6 éves, most 15 éves. Most megint csak mind a ketten játszanak ebben a darabban, de ő már, tehát Szabolcs már a tanár urat játsza, ugye egy sokkal idősebb karakter. Benedek pedig felnőtt a fiatalok közé, és ő pedig az egyik tinédzser felnőtt karaktert játsz, az egyik rossz csontot, és ugye a Illangó, aki amikor bemutattuk ezt a darabot, a hasamban volt, pocakomba, tehát 2 hét múlva érkezett a világra, ő pedig most mint Kuksi áll színpadra.
Úgyhogy ez egy ilyen új, izgalmas dolog lesz, hogy most, hogy megint elővettük, és hogy így változott az idő, szereplők ugyanazok, de hogy közben ők is mennyi mindent változtak. Anna általános iskolás kora óta immár 11 éve tagja a Zeneteátrumnak. Idén lehetőséget kapott, hogy egy új felelősségteljes szerepben próbálja ki magát. Koreográfus vagyok, gyerekeknek tanítom a táncokat. Hát ez egy nagy feladat, mert még egyébként nem csináltam ilyet, hogy darabra én készítem fel őket. Az más dolog, hogy táncórákat tartottam, de most meg így az egész darabba én felelek azért, hogy a gyerekek tudják oda-vissza betéve a táncokat. Szóval ez egy ilyen kihívás nekem most. A gyerekeket nagyon szeretem, és az a legjobb érzés, mikor végül egy előadásnak, és akkor utána látom, hogy ők boldogok és jól érezték magukat. Ez a legjobb érzés nekem. És hogy milyen darabban érzik magukat legjobban a gyerekek? A zenés táncos darabokat az nagyon szeretik, mert eleve szeretnek mozogni, eleve szeretnek táncolni, szeretnek énekelni. Ez például egy nem túl vidám darab. Ugye a kiskuksi a végén meghal, és hát még nem volt olyan előadás, hogy könyv szárazon nem maradt volna. Ugye ezek a legszebb pillanatai, amikor tényleg elemükben vannak. De ettől függetlenül tehát, hogy imádják, mert hogy rengeteg humora van. Mármint legalábbis Szabolcs úgy rendezte, hogy legyen benne rengeteg humor, tehát a gyermeki ént megmutassa, és ugye lehet benne szintén önmagukat adni, rosszalkodni, táncolni, tehát igazából nem is tudom. Szerintem amiben ők jól érzik magukat, amiben tehát a színpadra állnak ők, nekik mindegy, csak hogy bízzanak a rendezőben, bízzanak a felnőtt színészekben, tehát hogy biztonságban érzik magukat, és akkor bármihol, bármikor jól érzik magukat. A Színi Tanoda folyamatosan várja az új kisdiákok csatlakozását, de kiknek is ajánlott a jelentkezés? Mindenkinek, megmondom, hogy miért. Vannak olyan gyerekek, akik azért jönnek, mert csendesek, visszahúzódóak, nem találják magukat, hogyha mondani kell pár szót az iskolában, akkor belepirulnak és rosszul érzik magukat. Itt megtanulják, ugye biztonságban lépnek színpadra, tehát ezt most úgy kell elképzelni, amikor van egy ilyen vizsga előadás, akkor itt több százan ülnek. És először ez rettentesen félelmetes dolog, hogy az ember felmenjen a színpadra több száz ember elé, de rájön utána, hogy meg tudtam csinálni, nem fájt, barátaimmal voltam, jól éreztem magam, anyáik büszkék voltak rám, és ez egy idő után átmegy így a magánéletre. És hát nekem szülők jelzik vissza, hogy az ő teljesen visszahúzódó, gátlásos gyermekük mekkorát nyírt. Tehát, hogy amíg az ember azt hinné, ugye, hogy az exhibicionista gyerekeket várjuk. Nem, mert utána megnyílnak, és akkor olyan kis rejtett tartalékok, meg olyan kis kincsek vannak, hogy mi is csak nézünk, hogy nem tudni, miből lesz a cserebogár, ezt már egy ideje mondom, hogy nem tudni. Tehát nálunk emiatt nincs is felvételi. Mert nem hiszek abban, hogy egy gyerek odajön, nem ismer minket, és akkor 5 perc alatt meg tudja a lényegét mutatni, vagy az, hogy ő mekkora művész. Tehát ebben nem hiszek. Itt van rá esély meg idő arra is, hogy megismerjen minket, megszeressen, és akkor szép lassan kinyíljon. De a másik, hogyha meg valaki nagyon exhibicionista, na, annak meg kereteket ad. Tehát a színpad az rettenetesen szabályos, és nagyon nagy fegyelmet követel. Tehát amikor 80 gyerek van egyszerre a színpadon, és eljönnek megnézni, és ez a 80 gyerek síri csendben, de képzelj el ilyen rossz csontokat, tehát mondjuk elsős másodikosok is, és nagyon rossz csontok, de ezek ülnek a takarásban, meg ülnek hátul a színpad mögött, és várják azt, hogy mikor léphetnek színre. És a színpadon meg azt csinálják 2 órán keresztül. Tehát amit megtanultak, tehát hogy ilyen tömbben, mint ahogy most is látjátok, hogy ott vannak és csinálják, amiket mondunk. Tehát, hogy igazából nem véletlenül, hogy Amerikában a szín, minden iskolában van színpad, minden iskolában van színjátszókör, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá. Tehát mert az élet bármilyen területére sodorja az embert, tehát a szakmája által bárki lehet, mondjuk ügyvéd, vagy orvos, vagy értetett bármi, de ahhoz akkor vagy sikeres, hogyha ki tudsz állni emberekkel, így tudsz beszélni, prezentációt tudsz tartani. Veronika és Szabolcs a gyerekek oktatása mellett nemrégiben egy új projektbe kezdett. Létrehozták ugyanis a Páholy lakásszínházat, amivel egy hatalmas álmuk vált valóra. A Páholy az tulajdonképpen mondhatni Debrecen első lakásszínháza. Pesten ez már évek óta működik. Nagyon kedveltek, mert hogy olyan milliója van, amit például az ember egy kőszínházban nem érez. Teljesen más a hangulata, meg eleve teljesen más előadások kerülnek ott színre, mint mondjuk egy kőszínházban, vagy akár itt a Lovardában. És ott igazán, tehát ami a színháznak a lényege, az ott igazán felerősödik. Az első bemutatkozó előadás az decemberben volt a
Zene Like Farkasiknál, Hajdú Szabolcsnak az új darabja, Pesten nagy sikerrel mutatták be tavasszal, volt szerencsénk látni ősszel, és akkor ez adta az ötletet, hogy ezt meg kell hívni, ezt debrecenieknek is kell látniuk, tehát, hogy tényleg ez az a színház, ami szerintem az én generációmnak nagyon hiányzik. Tehát egy vidéki kisvárosból ez a fajta színjátszás nagyon-nagyon hiányzik, ezt nem nagyon lehet megteremteni a közszínházban. És bebizonyosodott. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy kérdőjel volt, nem is volt biztos, hogy sikerül, de nagyon nyitottak voltak rá Szabolcsék, nagyon nyitott volt rá a város, és egy olyan dolog indult el, ami azóta is csak egyre erősödik. Most már kifejezetten a előadások készülnek Budapesten, amik ilyen kis helyre beférnek. Tehát egy pár nézőről beszélünk, ilyen 40-60 nézőről beszélünk, és teljesen mások a körülmények, mint amit megszokott az ember egy színházban. A Zeneteátrum vezetői soha nem állnak meg, tele vannak tervekkel az elkövetkezendő évekre. A legelső az, hogy amit csinálunk most, minél jobban csinálni. Tehát mi folyamatosan képezzük magunkat Szabolccsal. Hisszük azt, hogy a nézők türelmével, vagy tehát megtisztel azzal minket egy néző, hogy bejön. Vagy ugyanúgy egy szülő is, vagy egy gyerek, amikor minden héten eljön két órát, ránk áldoz. Tehát ezzel nem szabad játszani, nem szabad visszaélni, és hogy a legelsődleges cél, hogy minél jobban csináljuk, és minél többet tudjunk nekik adni, minél hatékonyabban. A többi pedig mindig jön menet közben valami, tehát, hogy így opsz, ja igen, most tényleg, most a legújabb az, hogy most képzéseket, mi magunk is képzéseket indítunk el. Megkaptuk az akkreditációt, tehát, hogy pedagógusoknak fogunk 60 órás ilyen drámapedagógiai képzést tartani, amikor ezeket a módszereket, hogy hogyan lehet gyerekeket bevonni a játékba, meg gyerekekkel foglalkozni, ez, amit mi Pesten tanultunk, ezt most továbbadjuk itteni pedagógusoknak. Úgyhogy ez még nem indult el, most ez a legújabb terv. Mi ezúton is szorítunk nekik, hogy minden tervüket sikerrel véghez vigyék.